Ahogy már megszokhatták, a sátorai újhelyen élők a jó idő beköszöntével a sátorai újhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ úgymond kiköltözik a rendezvénytérre. Május végével pedig már egyre több programon vehetnek részt az érdeklődők, hiszen hagyományosan rendezik meg a Mazsolett Fesztivált, ami idén már a 13. lesz. Ennek otthont a már említett rendezvénytér ad. Május 27-én szombaton két rendezvénynek is adunk helyszínt a Sétáló utcán, illetve a rendezvénytéren. Ez már megszokott dolog, hogy a Városi Gyermeknap, illetve a Mazsolett Fesztivál, amely most 13. alkalommal kerül megrendezésre, jól megférnek a programok egymás mellett. Természetesen a szervezőkkel már jó időben egyeztettük a programokat, hogy nyilván az egyik ne zavarja a másikat. A Városi Gyermeknap tulajdonképpen már délelőtt indul, hiszen itt 10 órakor a Latabár moziban egy lengyel animációs mesefilm várják a kollégák a gyerekeket, majd 14 órakor kezdődik az említett két program. 14 órakor Szamos Völgyi Péter sátorai újhelyváros polgármestere köszönti mind a két programnak a résztvevőit, kicsiket, nagyokat egyaránt, és azt követően a gyerekek birtokba veszik a teret, illetve a Sétáló utcát. A Városháza előtti téren a Hétszínvirág óvoda gyermekei és nevelői mutatják be a Világ szép nátszál kisasszony című mesét, közben pedig már a rendezvénytéren a Mazsolett csoportok mutatják be tudásukat, nem csak Sátoraljaújhelyről, hanem többek között Cigántról és Vajáról. A Mazsolett Fesztivál, amit említettem, szintén 14 órakor indul egy látványos felvonulással, és itt a megmérettetés mellett lesz majd Mazsolett szépe verseny. Örömteli dolog, hogy nem csak ugye Sátoraljaújhely méretteti meg magát a Mazsolett csoport, aminek hagyománya van, hanem Kisvárdáról, Cigánról jönnek, többek között Dombrádról, és élő fúvószenekar kíséri majd ezeket a programokat. És az az érdekes ebben a két programban, hogy az együttműködés milyen jó ebből a szempontból, hiszen 17 óra magasságában pedig a két programnak a szervezői, fellépői egy flashmobbal készülnek itt a közönség számára. Ezzel a két programmal még nem ért véget a hétvége, hiszen a Rákóczi Hotel és Rendezvényközpont is otthont ad egy már hagyományos eseménynek, hiszen a 17. Zemplén országos minősítő társas táncfesztivál és koreográfus versenyt rendezik meg Sátoraljaújhelyen.